Napok óta tüntetnek Horvátországban, amiatt, hogy engedélyezték a hatóságok egy mini vízerőmű telepítését az Una folyó forrásánál, amelyet természetvédelmi terület vesz körbe. A horvát állam bejelentette, bűnügyi eljárást indítottak a tisztségviselő ellen, aki engedélyt adott a vállalkozónak a beruházásra. Az eljárás alapja, hogy az engedélyező nem vette figyelembe a környezetvédelmi törvényeket, így az építési engedély illegálisnak tekinthető.